Kifaragott sütőtökök sorjáznak a sóstói Dzsungel Hotel előtt, a szomszédos Pangeába érkezőket és halloweeni díszlet és az ehhez szükséges kellékek fogadják. Jöttek is szép számmal turisták szerda délelőtt, nekik ugyan nem kötelező, de a dolgozóknak néhány napja már viselniük kell a maszkot. A kézfertőtlenítő is kint van a nagyobb közösségi terek előtt, ez is az egészség megőrzését szolgálja. A hétfőn kitört őszi szünet miatt sok család keresi fel most a szállodát, a gyerekek számára pedig foglalkoztató sarokkal és programokkal is készülnek, természetesen a hétvégi Halloween jegyében. Minden évben csinálunk ilyen tök faragást gyerekeknek, aztán tök lámpás készítés, aztán különleges tökös ajándékokat az állatoknak, amit aztán a hotel vendégei rakhatnak be az állatok kifutójába, természetesen akkor nincs ott az állat, és utána megnézhetik, hogy az állatok ezt hogy fogadják. Magyarul a tökökben elrejtenek mindenféle finomságot, és nagyon látványos azt nézni, hogy az állatok felkeresik, és kiszimatolják, és szétszedik a tököt, és megeszik. Ez az állandó programunk, és folyamatosan van a gyerekeknek kézműves foglalkozás. Július óta egyébként teltházzal működik az állatpark által működtetett mindhárom szálloda, és a foglalások alapján még a novemberi hétvégék is jól alakulnak. Többen a szép kártyákon ragadt összegekből finanszírozzák a pihenést. Nem csak a megye székhelyre érkeznek azonban most sokan, a vásárosnaményi fürdő néhány napja hosszabb nyitvatartással várja a vendégeket, az itt működő panzió már az elmúlt hétvégén is teltházzal működött. 10 szobájában 26 vendég tud egy időben megszállni, a kapacitás pedig ki is lesz használva a következő napokban. Az őszi szünet hatása egyébként látszik a vendéglétszámon is, hisz már ezen a héten, tegnap is, tegnap előtt is sokkal több család látogatta meg a fürdőnket, mint az elmúlt héten, amelynek nagyon örülünk. Tehát a vendéglátogatottság száma nő. Itt sem lesz hiány programból, a fürdőben hétvégén Halloween partira várják a vendégeket. A romló járványügyi számok miatti bizonytalanság látszik ugyanakkor a foglaltsági adatokon. Sokan érdeklődnek előzetesen a védettségi kártyával és maszk használattal kapcsolatban, és még nem is mutatnak olyan szépen az előfoglalások, mint a korábbi években. A Pangea Hotelben például december 15-e után nem is fogadnak már vendégeket, márciustól várják vissza őket.